Ha két 19 éves csontváz kórházba kerül Gulag táborba, akkor annak örülök, hogy jaj Istenem, most viszonylag puha matrac van alattunk, pokroz van felettünk, húzzuk a fejünkre, és ne gondoljuk a világgal, ameddig csak lehet. Elkezdtünk azon gondolkozni másnap, hogy mivel fogunk foglalkozni, ha hazamegyünk. Milyen lesz a lakásunk? Milyen lesz a kertünk? Milyen lesz a könyvtárunk? És a barátom szerzett tintaszerzetet és papírt, és elkezdtük írni a magyar történelmi regényeket sorba, hogy majd itthon, ami nincs meg, azt beszerezzük. És az erdélyi fejedelmeknél tartottunk, amikor vitatkoztunk, hogy ki volt előbb, a Bafi, vagy nem tudom már ki másik. Én megfordítottam a papírlapot, és a hátára lerajzoltam egy lófejet. Lali barátom meglátta ezt a képet, de te hülye vagy. Mondom, miért? Hát ilyen kézzel lovakat rajzol, hát mondom, ki a jó fenét rajzol, úgy hívjuk, de embereket. Jaj, ne hülyeskedjél, mert kinek kellnek azért. Lerajzoltam, elég primitív volt a rajz, de tökéletes a fénykép, és közben gyűjtök a betegek.